Köszöntöm Önöket, a minőségi időt látják. Az új esztendőnek sokan vágnak neki nagy tervekkel, reményekkel, de sajnos a legtöbb esetben az évelei lelkesedés hamar elmúlik, a célok pedig nem valósulnak meg. Egy amerikai tanulmány szerint a 20-as éveikben járóknak 39%-a éri el minden évben az évelején kitűzött céljait, de az életkorral ez a szám egyre csökken. Az 50-es éveikben járóknak már csak a 14%-a éri el az éves kitűzött célokat. A mai műsorban egy visszatérő vendégemmel, Kolozsi Mariannal, fejlesztő pedagógussal beszélgetünk az évtervezésről és a megvalósítható célokról. Szervusz, üdvözlünk! Szia, köszönöm a meghívást, és köszöntöm a kedves nézőket! Milyenek a megvalósítható célok, vagy inkább kezdjük az elején, hogy miért nem érik el az emberek általában a céljaikat? Ennek rengeteg oka lehet. Ugye ez megint abból indul ki, hogy ki milyen személyiség. Ugye valaki nagyon nagy célokat tűz ki, tehát szeretne egy olyan hatalmas célt elérni, ami egy kicsit beláthatatlan most még számára, onnan, ahonnan most indul. Aztán vannak olyan típusú emberek, akik viszont nagyon kicsi célokat tűznek ki, nagyon hamar elérik, és ez a, ha ez már ilyen hamar megvan, akkor minek tűzzek ki újabb célokat. Vannak olyan emberek, akik halogatnak, majd holnap elkezdem a fogyókúrát, majd holnap elkezdek edzeni, majd holnap megírom azt a házi dolgozatot. Vannak olyan emberek, akiknek, hogyha jön valami kis nehézség, akár a gyerek beteg lesz, vagy valami összejön, akkor úgy érzékelik, mintha az univerzum olyan jeleket küldene, hogy neki ezt nem kell megcsinálni. Tehát, hogy nagyon sokféle helyzet van, nagyon sokféle ember van. Én mindig azt szoktam mondani, hogy önismeret, ismerjük meg magunkat, tudjuk, hogy mi milyen típusok vagyunk. Ha például én tudom, hogy én halogatok, akkor már tudok arra egy akciótervet készíteni, hogy hogyan tudom kivédeni az olyan eseteket, amikor engem ez letérítene a célomról. Viszont ha én nem ilyen vagyok, akkor teljesen más stratégiát kell ugye felépítenem arra, hogy elérjem a célomat. Viszont a céloknál is ugye nagyon sok pont van, ahol el tudunk siklani. Tehát mondjuk legyen egy célom, teljesen mindegy, mondjuk írunk egy könyvet. Oké, de mikorra írom meg azt a könyvet? Nem mindegy, hogy én azt 8 hónap alatt akarom megírni, holnapra szeretném megírni, vagy majd valamikor megírom, és mindenki tudja, hogy az soha nem fog ugye megtörténni. Tehát, hogy nagyon-nagyon apró dolgokon tud elcsúszni ez a történet. Úgyhogy nagyon fontos az, hogyha valaki tényleg sikeres szeretne ebben lenni, akkor ássa bele magát. Tehát egy kicsit nézzen utána annak, hogy hogyan tud célokat elérni. A legfontosabb talán akkor, hogy minél konkrétabb legyen az a cél, ugye? Tehát ne egy ilyen nagyon nagy álom legyen, bár olyan is lehet, mert nyilván az kell ahhoz, hogy kisebb célok is legyenek, de hogy minél konkrétabb, annál jobb. Mi a helyzet a fogadalmakkal? Már, hogy új évkor ugye mi, ez a szokás, ez a újévi fogadalom, ez egy szokás már, de általában egy hónapig tart. Mi a különbség a fogadalmak és a célok között? A fogadalmak szerintem azok olyan dolgok, amit ugye ez egy szokás. Tehát január 1-én, vagy éjfélkor, vagy valamikor én teszek egy kijelentést, hogy na ebben az évben ez és ez fog történni. De nincsen tétje, nincsen súlya, nincsen elköteleződés, nincsen célállítás, stratégia kidolgozás. Tehát, hogy igazából nem töltöttem vele időt, nem tettem bele energiát, nincs meg lehet a miértem, miért szeretném én azt elérni. Tehát, hogy nagyon könnyedén én most bármit állíthatok, ugye, hogy én mit fogok megtenni, vagy mit fogok elérni. De nincsen tétje, nincsen súlya, nincsen nyomon követve, senki nem fog számon kérni. Tehát ilyen szempontból könnyen bárki bármit mondhat, igaz? És ahogy mondod, igen, ezek általában 3 hétig, 4 hétig szoktak zajlani. Nekem van pár személyi edző ismerősöm, és ők szokták mondani, hogy január az mindig tele van ugye a teremben, és harmadik héten így kiürül a terem, tehát pontosan lehet tudni, kik azok, akik tettek egy fogadalmat, de teljesen más asztalon van az, amikor én egy célt állítok. Mert hogyha én egy célt állítok, például, hogyha ugye mondtad nagyon jól, hogy vannak nagy célok, meg ugye kisebb célok, mondhatjuk úgy is, hogy részcélok. Tehát ugye egy nagy falatot, mondani szokták, hogy a nagy elefántot, ugye darabonként is meg lehet enni. És például hosszú Katinkának, én nagyon szeretek olvasni, nagyon sok embernek az életrajzát elolvastam, illetve a fejlődés történetét, szerintem nagyon sokat lehet ezekből tanulni, és bátran javaslom mindenkinek. És neki is van egy idézete, amit szeretek én is mondani, hogy legyen egy nagy célunk, és azokat mindig, a nagy célunkat mindig daraboljuk fel részcélokra. És ez tényleg így van, szerintem így működik. Tehát én egy picit máshogy szoktam ezt megfogalmazni, hogy legyen egy nagy álmom, egy nagy vízióm, tehát hogy hol szeretnék lenni, vagy mit szeretnék megvalósítani, de hogyha én ezt nem tudom pici falatokra felbontani, hogy nekem például ma reggel mit kell csinálnom azért, meg ma délután,
akkor mindig csak az a nagy elérhetetlen álom lesz előttem, és nem fogok tenni érte, mert lehet, hogy az az érzésem, több embernél találkoztam ezzel, és egyébként ebben én is benne voltam, hogy túl nagy a cél, és ez a kicsit félelmet kelt, ugye, tehát túl nagy falat. Viszont, hogyha rászállom az időt, energiát és stratégiát állítok, tehát megnézem, hogy ebben a hónapban mit kell azért tennem, ezen a héten, ezen a napon mit kell tennem, ugye nagyon pici feladatokra fel tudom bontani, és akkor már nem tűnik egy akkora hatalmas feladatnak, amit nem tudok ugye teljesíteni. És így minden nap egy penzum létrehozásával és megvalósításával a végén egyszer csak ott lesz a célom. Úgyhogy lehet, hogy ez egy jó stratégia lehet. Én pont erre akartam kitérni, hogy tulajdonképpen ahhoz, hogy elérjük a célunkat, kell akkor valami stratégia vagy egy akcióterv. Milyen technikák vannak erre? Most akkor egyet megbeszéltünk, hogy apró pici célok. Abszolút. Nagyon sokféle technika van. Ugye ennek egy külön tárháza, úgymond tudománya van. Ugye én coachinggal is foglalkozom. Hogyha valaki egy picit elkezd olvasni, vagy belássa magát, rengeteg metódus van, ami alapján célt ki tudunk tűzni, illetve el tudjuk érni. Én tényleg megint oda tudok visszajönni, ahol az elején kezdtük, hogy meg kell ismernünk magunkat. Tehát, hogyha én tudom, hogy milyen személyiség típus vagyok, mik az erősségeim, mik a gyengeségeim, akkor meg tudom találni azt a stratégiát, amivel én egy olyan akciótervet ki tudok dolgozni, ami nekem sikeres lesz. Viszont ugye az a probléma, hogy nagyon sok ember nem fektet ebbe időt és energiát, hogy megismerje magát, mert igen, ez idő. Tehát ez idő, energia, rá kell fektetnünk azt az időszakot, hogy én most magammal foglalkozom. Önfejlesztés, önismeret. Viszont ez egy nagyon jó befektetés. Kizárója szerintem ez a legjobban, ami a megéri a mai világban. Tehát, hogy tényleg akár a munka, párkapcsolat, egészség, pénzügyek, minden azáltal tud fejlődni, hogy megismerjük önmagunkat. Tehát amikor ez megvan, akkor utána már ki tudom választani a rengeteg lehetőség közül, ugye a rengeteg metódus közül, hogy hogyan állítsak egy célt, hogy nekem melyik a jó. De ugye amíg én nem tudom, hogy én hogyan működöm, akkor hogyan tudom, melyik a jó nekem? Tehát már itt el szoktak ugye az emberek sajnos így tévedni, mert vannak mindig divatos módszerek, minden évben, vagy így pár évente ez így változik, és akkor úgy azt szoktam látni, hogy így tömegesen így azt csinálják. De ez nem mindenkinek jó. Tehát, hogy ez ugyanolyan, mint a párkapcsolat vagy a munka. Nem mindenkinek jó az, hogyha egy szakmát csinál. Mennyi szakma van a világon? Pont azért, mert mindannyian mások vagyunk. Csak erre tényleg időt kéne szánni, hogy rájöjjek, hogy oké, de én hogyan működöm? Hogy tudom elérni a célomat? Erre talán jó lehet az előző év értékelése, ugye? Tehát abszolút. Sokan úgy kezdik a célkitűzést, hogy először megnézik az előző évüket, és azt, hogy ott vajon mi miért nem sikerült. Abszolút, ezzel nagyon is egyetértek. Ugye ezt szokták is csinálni, hogy az év utolsó napjaiban leülnek, és akkor egy évértékelőt csinálnak. Most egyébként egy kis titkot elárulok, én is először csináltam egy nyilvános évértékelőt, is szakmailag. 6 órán keresztül írtam. Én is így megdöbbentem. Hát nagyon hosszú lett, én is elolvastam. Örülök neki. Ez megtalálható ugye a blogomon. Nagyon nagy élmény volt az, hogy így mentem hónapról hónapra, és ez is idén volt, ez még ebben a hónapban volt. Tehát azt láttam, ugye a mindennapokban így mennek a napok, a hetek, egyszer csak ugye azt veszük észre, hogy január, február, már március van, hova tűnt a január, nem, ez rendszeresen meg szokott történni. És most, hogy ugye szántam időt arra, hogy leültem, végignéztem magamban a hónapokat, a projekteket, a célokat, mindent, így tényleg ledöbbentem azon, hogy mennyi mindent elértünk. Hihetetlen volt, hogy egy hónapba annyi minden belefért, de ugye ez nem azért, mert csináljunk valamit, hanem nekem voltak céljaim, és meg volt az, hogy mit kell elérni. Persze volt, ami pár hónappal később sikerült, volt, ami hamarabb, tehát hogy ilyenek vannak, de ugye ezt rugalmasan kell tudni szerintem kezelni. Viszont így, ahogy most így kompaktan megnéztem az évemet, teljesen ott egy kicsit így ez a hihetetlen, hogy úristen, ennyi minden történt egy év alatt. És ez nagyon jó. Miért? Mert egyrészt persze rengeteg energia volt, meg rengeteg munka, tehát hogy ez nem titok, viszont nagyon fontos szerintem, amit mondta, hogy évértékelőt mindenkinek érdemes csinálni, mert ott láthatja mindenki, hogy ezt elértem, ez nem sikerült, de ez fontos-e még nekem. Tehát én is most leültem, és oké, de ez most már nem is szeretném elérni. És ez egy kicsit olyan, mint amikor megyünk az autóval, és mindig egy picit irányítunk rajta, hogy ugye lehet, hogy 10 éve kitűztünk egy nagy célt, szeretnénk valamit elérni, de azóta annyit változtunk, változott az életünk, a lehetőségeink, a munkánk, és már nem szeretnénk azt a célt elérni. De akkor legyünk bátrak, és mondjuk azt, hogy
oké, ez akkor célom volt, most viszont én már mást szeretnék. És merjünk változtatni. És ezt is szoktam látni hibaként, hogy nagyon sokan így vasmarokkal így ragaszkodnak, hogy de én mondjuk, mit tudom, 20 évesen elterveztem azt, hogy de közben most 30 vagy 40 vagy 50 vagy, és már teljesen más élethelyzet van. Legyünk rugalmasak. És lehet pont ezeknél a típusú embereknél van az is, nem, hogy állandóan elérik a céljaikat, és mindig újabb célt tűznek ki, és igazából nem is örülnek az elérés, a célok elérésének, és nem igazán boldogok. Tehát tulajdonképpen át lehet esni a ló túloldalára is, abszolút, ha jól gondolom. Teljesen igazad van. Ez egy nagyon-nagyon fontos téma, amit felhoztál. Én coachingot oktatok is, és ezt észrevettem, nagyon sok ember ebben a cipőben benne van. Nem tudunk ünnepelni. Nem tudunk értékelni. Tehát, hogy nem tudjuk értékelni azt, hogy mondjuk hónapokon keresztül te egy célért dolgoztál, vagy akár éveken keresztül, és most elérted. Tegyük föl például akár az érettségi, akár egy bármilyen papírt, hogyha ugye megszerzünk. Azt megünnepeljük, igaz? Ugyanúgy a munkánkban is érdemes ilyen mérföldköveket kitűzni, hogy akkor én ezt most megünneplem. És ugye már a felnőtteknél nincs ez a határvonal, hogy ugye kapunk egy érettségit, egy nyelvvizsgát, egy bármit, egy bizonyítványt, de hogyha én tudom, hogy ez egy nagy projekt volt, és most van egy lezárás, akkor igenis dönthetek úgy, hogy most én elmegyek és megünneplem, igaz? Csak hogy ez a mi felelősségünk felnőtt emberként, hogy adok-e magamnak időt, teret, lehetőséget arra, hogy én most ünnepeljem magamat, meg a sikereimet. És egyébként ez egy nagy titok, hogyha én erre időt szánok, akkor ugye pont amit mondtam, hogy nem érzik magukat boldognak az emberek, akkor jön egy nagyon-nagyon jó érzés, hogy igen, én ezt megcsináltam, és sokkal több erő lesz a következő célra egyébként. Mert hogyha beleesünk ebbe a hibába én is beleestem, és szerintem majdnem mindenki az élete folyamán, hogy hajtjuk ugye a célokat egymás után, mert van egy nagy célunk, amit szeretnénk elérni, oké, de az élet nem erről szól. Az élet arról szól, hogy az apró örömöknek is kell tudni örülni. És ezért tudatosan, megint önismeret, tudatosan fókuszálni kell arra, hogy megvan egy mérföldkő, akkor én most ünneplek. Hoztál egy könyvet is, ugye ez az előző év végén jelent meg, az első saját könyvet. Igen, igen. És hogy ebben is van szó a célkitűzésről. Abszolút, egy elég nagy rész van a célkitűzésről, illetve a sikernek az eléréséről, és több szempontból is megnézzük, és én imádom az idézeteket egyébként, és van benne több ilyen motiváló idézet is, illetve konkrét hasznos tanácsok, hogy hogyan tudják a kedves nézők a célokat kitűzni helyesen, és hogyan tudják elérni azokat, tehát hogyan tudnak olyan stratégiát felépíteni saját maguknak otthon egyedül, hogy azutána menjen is. Tehát én tényleg egy olyan könyvet szerettem volna írni, ezt elmondtam a könyvemutatón is, ami egy mindennapi segítség. Tehát, hogyha éppen rossz paszban van, leveszi, kinyitja valahol, biztos, hogy ott fogja kinyitni, amire szüksége van, elolvas egy oldalt, és új előre kap. És ez nagyon jó szerintem, mert nekem is nagyon sokszor segítettek a könyvek, és tudom, hogy mekkora energia rejlik egy ilyen lehetőségben. Térjünk ki egy kicsit még ezekre az apró trükkökre. Például egy ilyen könyv, amit elolvasunk is jó lehet, meg ezek a motiváló idézetek. Mi van azzal, szokták javasolni, hogy tűzzük ki a falra a céljainkat, és legyen ott minden nap, és lássuk? Ez is jó lehet. Tehát én ismerek olyan embereket, nekem vannak olyan ügyfeleim, akikkel szoktunk csinálni olyat, hogy vision board, tehát ilyen álomtáblának hívjuk magyarul, hogy képeket kiteszünk egy ilyen szép kis dekorációban, és azt kiteszi otthon, illetve másik lehetőség az, hogy írunk egy ilyen álmot, tehát hogy fogalmazásban megírja, és azt elolvasgatja bizonyos időközönként. Ez nagyon jól tud működni azoknak a bizonyos személyiség típusoknak, akiknek ez oké. Viszont vannak olyan emberek, ezt is észrevettem, akiket ez frusztrál, akiket ez kiborít. Szóval meglátja mondjuk a hűtőn azt a képet, és sehol sem tartok még, Úristen, és nem motivációt ad neki, hanem elkezdi magát leértékelni. Tehát, hogy nagyon-nagyon fontos tényleg az önismeret, én azt mondom, meg azt tapasztalom, és hogyha mondjuk azt veszi valaki észre magán, hogy neki ez működik, őt ez motiválja, akkor használja, mert akkor ez neki jó. Viszont ha pont ugye az ellenkezőjét tapasztalja, akkor nem igazán javaslom ezt a módszert. Vannak más módszerek, amikkel el tudja majd érni a célját. Ezt ugye ki kell tapasztalni, hogy ő neki ez működik-e. Megint az önismerethez lyukadtunk, tehát vissza. Így van. Most egy kicsit előre szaladva, mi van akkor, hogy most elkezdünk, nagyon lelkesek vagyunk, és aztán jön az ősz, és mégis úgy érezzük, hogy nem értük el a célokat. Ilyen nagyon sokszor van.
Az élet az élet. Tehát jönnek a mindenféle helyzetek. Tehát akinek van egy munkahelye, van családja, esetleg gyermeke, az pontosan tudja, hogy eltervezi mondjuk a hétfőt valahogy, és biztos, hogy nem úgy fog sikerülni. Tehát, hogy emberek vagyunk, van egy életünk. Tehát legyünk annyira türelmesek, megengedőek szerintem magunkkal, és itt van egyébként a kutyaállásban egy picit, hogy nincsen saját magunk felé sem türelem. Tehát, hogy nem tudom azt mondani, hogy okay, én szeretném ezt a célomat elérni, kitűztem magamnak, teszem föl egy 3 hónapot, teljesen mindegy, viszont most a gyerek beteg lett. Persze, hogy most akkor nem tudok olyan erőbedobással dolgozni rajta. Érthető. Most 1 hétre, 2 hétre félreteszem. De amikor ez megvan oldva, akkor újra visszatérek. Tehát, hogy itt egy picit megint a tudatosságot kell mondanom, illetve azt, hogy ne ilyen vasmarokkal próbáljuk a céljainkat elérni, hanem legyünk lazák, rugalmasak, hogy idomuljunk, mert egy család, egy munkahely azért az nem ilyen, igaz? Hanem ott vannak helyzetek, hogy meg tudjam oldani. És legyen időm újra tervezni például. Legyen saját magamra időm például töltődni, pihenni, mert a célok eléréséhez nem is gondolná az ember, ezek nagyon-nagyon fontosak. Legyen időm arra, hogy nem mindig csak a célommal foglalkozzam, hanem abból is kell pihenés, mert tényleg, amit te is mondtál korábban, hogy valaki annyira ráfókuszál, és ebben is egy picit meg lehet csömörleni. Én nekem már volt ilyen ügyfelem, tehát hogy nagyon okosan kell ezzel bánni, hiszen van egy hosszú életünk, vagy rövid ki, hogy látja, de hogy nem egy célt fogunk elérni egy élet alatt remélhetőleg, hanem sok-sok célt. De hogyha valaki egy nagyon-nagyon gyors sprintet nyom mondjuk az első pár évtizedben, ugye nagyon sokan kiégnek mostanában. Én 2016 óta foglalkozom a kiégéssel, nagyon szépen lehet látni, hogy hogyan lehet ezt megoldani. De ez nem annyi, hogy csettintek egyet és megvan oldva. Tehát, hogy ennek azért elég komoly háttértudománya van, és nagyon sok mindent kell változtatni az életünkben ahhoz, hogy ezt egyrészt megelőzzük, vagy ha már fennáll ez a probléma, megoldjuk. És igen, ilyen dolgok is számítanak a célkitűzésnél is, és a megvalósításnál, hogy pihensz eleget. Szereted-e magad eléggé? Türelmes vagy-e magaddal? Milyenek az emberi kapcsolataid? Van-e támogató közeged? Ezt nem is gondolnák egyébként az emberek, hogy mennyire számít az, hogy nekem van-e egy csapatom idézőjelben. Tehát ez lehet az édesanyád, a párod, egy barátnő, tehát hogy nem kell itt nem tudom mire gondolni, csak hogy van valaki, aki azt mondja, hogy igen, sikerülni fog, drukkolok neked. Ez akkora erőt tud adni egyébként, mert mindenkinek van ugye rossz napja, rossz időszaka. De hogyha van valaki, akit felhívsz, vagy beszélsz vele, és azt mondja, hogy jaj, persze, oké, de egyébként menni fog, mert ügyes vagy, vagy bármi, csak mond egy ilyen mondaton, szárnyakat kapsz. Ez pont ezért van. Tehát, hogy nagyon fontos az, hogy elkezdjünk közösségben is gondolkodni. És én észrevettem, hogy ha többen teszünk egy célért, akkor egyrészt sokkal gyorsabban sikerül, másrészt túlszárnyaljuk a céljainkat. Úgyhogy én ezért is kidolgoztam egyébként most egy teljesen új programot, egy 90 napos mentorprogramot, hamarosan fog indulni, pontosan ezért. Lesz egy nagyon-nagyon szűk mag, akik elkötelezettek, el szeretnék érni a céljaikat, és velük meg fogjuk valósítani 3 hónapon keresztül egy mentorprogram segítségével, hogy meg is tudják valósítani. Mert itt bejön egy picit, és mindjárt ezt így be is fejezem ezt a gondolatmenetet, komfortzóna kilépés. Van egy célom, de pont azért a célom, mert soha nem értem még el, igaz? Tehát én itt vagyok, és itt a célom. Ki kell lépnem a komfortzónámból, ki kell lépnem azokból a merev szabályrendszerekből, a múltamból, ami szerint eddig éltem. Hogy fogom én ezt elérni? Ez félelmetes, ez a távolság. Nagyon-nagyon sok buktató van. Egyedül az ember nagyon sokszor elhasal. Ezért jó, ha van egy coachom, egy mentorom, egy csapatom, egy barátnőm, bárki. Vagy már megcsinálta ezt, vagy tudja, tudásanyaga van, hogy hogyan lehet elérni, vagy csak segít, támogat. Tehát, hogy nagyon sok segítséget tudunk magunknak gyűjteni az életünkben, csak nem tudunk róla. Ez a baj. Egyébként ebben a könyvben teljes mértékben ezt a témát felülelem, nyugodtan el lehet olvasni. Aki ezt így tényleg rálátása lesz erre, az szembesül azzal, hogy mennyi lehetősége van, mennyi minden segíti őt a céljában, csak eddig nem tudta. Most már lehet vele élni. Itt a támogató közeg kapcsán jutott eszembe az, hogy nagyon sok olyan ismerőse van egy embernek, aki inkább visszahúzza a sikereiben, és hogy ezeket is nehéz észrevenni, nem? Hogy ki az az ember, aki pozitív löketet ad, és ki az, aki meg
pont ellenkezőleg lehúz. Igen, ez egy nagyon-nagyon népszerű téma. Nekem az ügyfeleimnek a 100%-a ezzel mindig megkeres. Tehát, hogy elkezd dolgozni a céljén, és rendszeresen kapom ezt a kérdést, hogy Marian, de a családom visszahúz. Marian, de a munkahelyemen ezt és ezt teszik, próbálják megakadályozni, hogy én elérjem azt a célomat, hogy a barátok mondjuk fújognak, stb. És erre tényleg pár egyszerű dolgot tudok javasolni a kedves nézőknek is. Az egyik az, hogy nézzük meg, mennyire fontos a célunk. Tehát melyik a fontosabb? Az, hogy én abba a közösségbe tartozzak, akár ez a család, munkahely, barátok, teljesen mindegy, vagy a párkapcsolat, és nekem az a fontosabb, hogy ez így maradjon, ahogy van, ebben a minőségben, vagy nekem fontosabb a célom. Ezt mindenki maga dönti el. Következő. Ha már az önismeret megvan, a következő lépés az emberismeret. Ugye? Ha én tudom, hogy én milyen vagyok, hogy működöm, meg tudom nézni, hogy a másik ember milyen személyiségtípus. Ugye ez pont a coaching, erről szól, különböző személyiségtípusok vannak, ezt meg lehet tanulni. Én imádom egyébként tanítani a személyiségtípusokat, mert minden egyes csoportban akkora leesések vannak, hogy most már értem, hogy miért van ez a párommal, miért van az a gyerekemmel, miért van ez a főnökömmel, mert mindenki magából indul ki valahogy. Magunkból indulunk ki, azt gondoljuk, hogy a másik pont úgy működik, de nem. Nem, viszont amikor megtudja, hogy a másik hogyan gondolkodik, hogyan érez, hogyan éli az életét, így látom meg, mondja is, hogy esnek le neki, hogy ja, most már értem, hogy neki az ott rosszul esett, ő azt úgy gondolta, ott nem akart megbántani, de ő így működik, csak ezt meg kell tanulnunk. És amikor ezt tudjuk, és látjuk a környezetünkben, akkor pontosan tudjuk azt, hogy akkor ki hogyan viszonyul hozzánk, mert valaki egyszerűen nem tudja kimutatni azt, hogy drukkol nekünk. Ugyanakkor azt is tudomásul kell vennünk, és ez sajnos szomorú, de egyre jobb a helyzet, nagyon sokan irigyek, féltékenyek lehetnek ránk, ugye. Erre szoktam azt mondani, ez az én ilyen példám, hogy a rózsa kellene, de a tövis az nem. Tehát, hogy a siker, a célelérés soha nincsen nehézségek, kudarcok, nehéz napok, pillanatok nélkül. Tehát, hogy én még nem láttam egy olyan sportolót, egy olyan sikeres üzletembert, üzletasszonyt, vagy bárkit, aki valamit elért, akár egy nyelvvizsgát, hogy ne lett volna olyan napja, amikor azt mondja, hogy na, én ezt feladom, én nekem ebből elegem van, merre van a másik ajtó. De mégis kitartott. Szóval, tehát ez egy fejlődési folyamat egyrészt, és igen, lehet olyan pont, nem mondom, hogy pont ez a mindenkinél, de lehet olyan, hogy azt kell mondani, hogy húzok egy határt. Hogy nekem ez a célom fontos, én szeretnék fejlődni, szeretném elérni, ez a közeg engem ebben nem segít, én elkezdek menni a célom felé, aztán majd meglátjuk, hogy ők hogyan fognak velem kapcsolatban lenni. Valaki le fog morzsolódni, ez természetes. Valaki erőre kap, motivációt kap. Nekem is volt több ilyen, hogy eltelt például 10x év, és most valaki újra felbukkant az életemben, és azzal jön, hogy őt annyira motiválják a sikerem, amiket elértem, hogy ő is elkezdett magával foglalkozni. Ő, aki soha nem. És én nagyon örülök neki, semmit nem csináltam, csak ugye követi az életemet, és látja, hogy milyen szépen alakulnak a dolgok, és ja, hogy ez így működik, hogy ezt így lehet csinálni, na akkor ő is elkezdi. Tehát, hogy ez nagyon jó. Például a sportolók is ugye példát mutatnak a sporttal, nagyon sok ember ezért kezd el sportolni, nézzük meg a gyerekeket, ugye. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon fontos az, hogy értsük meg az embereket, tehát, hogy értsen meg, hogy ő neki miért van ez az érzés az ő életében, és tudjak például nemet mondani, ez is nagyon sok inkább női ügyfelemnél van, hogy nem tud kiállni magáért, nem tud nemet mondani. Tehát ha nekem nem jó egy szituáció, akkor el tudjak jutni oda, ne dűből, meg ne rossz érzésből, hanem önbizalomból és nyugalomból, hogy tudjam azt mondani, hogy én nagyon szeretlek téged, de most ebben az időszakban nekem a célom az fontos, én szeretném elérni, és lehet, hogy most a következő hónapokban nem fogunk olyan gyakran találkozni, mert amikor találkozunk, úgy érzem, hogy nem pozitívan viszonyulsz az én céljaimhoz, és nekem erre nincsen szükségem, nekem kell az erőm, a motivációm, ezt el lehet mondani kedvesen, a másik vagy megérti, vagy nem, az már az ő dolga. De hogyha ki tudok állni magamért, ha ki tudom kommunikálni, és ez megint egy fontos pont, hogy nagyon sokan ugye megsértődnek, duzzognak, elvonulnak, ezzel nem fognak semmit elérni, csak az, hogy megbomlik a kapcsolat. Én el tudom mondani, hogy nálam mi van. Másik lehet, hogy nem is vette észre, hogy így viselkedik. Mert benne van egy nehéz élethelyzetben, és csak mókuskerékben van, és ő csak reagált.
hú, tényleg te így érezted, hú, ne haragudj, nem is gondoltam volna, egyáltalán nem volt ez bennem, és már tiszta a történetet, hogy ezer millió lehetőség van tényleg, hogy két embernél ez hogyan alakul. Tényleg azt tudom javasolni, ha valaki saját magába fektet önismeret, önfejlesztés, személyiségfejlesztés, akkor egyre jobban fog ezekből a helyzetekből kijönni, és pozitívan, mert még hogyha negatívan is állnak hozzá, ő példa tud lenni más embereknek az életében. És ezt, hogyha jól használjuk, akkor meg tudjuk változtatni a világot pozitív irányba. Na igen, lehetne még erről beszélni, az biztos. Sajnos a műsoridónk végéhez értünk. Célkitűzés témában mondtad, hogy vannak nagyon jó motiváló idézetek. Mit adjunk útravalóknak a nézőknek, melyik talán a leginspirálóbb? Hosszú Katinkától idéztem, és ugye a nagy célok, kis célok. Rendkívül fontos, hogy legyenek nagy célok, és azon belül részcélok napokra lebontva. Én így élem az életemet. Célok nélkül szerintem senki sem tud igazán dolgozni. Szerintem ez egy jó végszó. Köszönjük szépen! Köszönöm! Önöknek köszönjük a figyelmet, a minőségi időt. Látták ezt a műsorunkat is visszanézhetik a Hegyvidék TV honlapján. Viszontlátásra!